A közétkeztetés zavartalan lebonyolítása, az óvoda bezárás miatt a gyermekfelügyelet ellátása és az idősek gondozása jelentette a legnagyobb kihívást Kálló Semjén életében a koronavírus járvány első hulláma alatt. Az akkori intézkedések szabályait most még szigorúbban veszi a település vezetése. Kötelező a maszk használat, gyakoribbak és alaposabbak a fertőtlenítések az önkormányzat épületeiben, így az óvodában, a könyvtárban és a kállai kúriában is. Utóbbi sem kávézó, sem múzeum, sem szálláshelyként nem lehet nyitva a szabályok szerint. Az élet azonban nem állt meg, most is van folyamatban lévő beruházása a településnek. Két csoportos bölcsöde épül, ez év végéig meg fog történni, be fog fejeződni. Következő évben reményeink szerint ki fog tudni nyitni. A bölcsődei beruházásunk az központi költségvetés címzett támogatásaként valósul meg, tehát hazai forrásról van szó, 160 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott az önkormányzatunk. Kettő csoportos bölcsődét fogunk megvalósítani, tehát 24 gyermeket tud legalább fogadni az intézmény. Azt tapasztaljuk, hogy a településen egyre többen vállalnak gyermeket, illetőleg fiatal családosok érkeznek a településre. Ez a csoknak is köszönhető, szülőknek az elhelyezkedése, illetőleg munkába állása ezáltal biztosítottá válik. Valamint, hogyha még hozzátesszük azt, hogy ezáltal újabb munkahelyek fognak megvalósulni a településen, mert hiszen ott működtető személyzetre is szükségünk van. A jövő évre is vannak már elnyert pályázatai a településnek. Az óvoda kisépülete 30 millió forintos állami támogatással és 10%-os önerővel energetikailag megújulhat. A terület és település fejlesztési operatív program segítségével pedig a belterületi kerékpárút és járda kiépítése, rekonstrukciója valósul meg 2021 tavaszán. Itt a kormány döntés megszületett, a kormány döntés értelmében forrás kiegészítést kapott a projekt, és alá is írtuk a kivitelezővel a szerződést. Egy előzetes szerződést írtunk, egy feltételeset. Most a szerződés módosítás megtörténik, mármint amit a támogatót érint, és következő tavaszán a település belterülete az egy egységes kerékpárút és járdát fog kapni, emellett pedig a beruházás részeként kettő darab zebra lesz majd megvalósítva a település főutcáján. Az egyik a templomoknál, tehát a római, illetőleg görögkatolikus templomoknál, másik pedig a Péterhalom felé vezető Dózsa-György utcánál. Ezek azért szükségesek, mert hiszen itt vannak az oktatási intézményeink ezeken a területeken, és a biztonságos közlekedést ezáltal is jobban tudjuk majd biztosítani. Kálló Semjén egy közel 5 millió forintos kehopos támogatással is rendelkezik. Ennek célja a társadalom környezetvédelmi tudatosságának növelése és az éghajlatváltozás hatásainak megismertetése különböző rendezvények keretében. Idén a falunapon és a családi napon is beépítettek egy olyan interaktív szemléletformálási program elemet, amely egyaránt megcélozza a gyerekeket és a felnőtteket.